Kulin Zoltán, hogyan értékelni a TV21 Ungvár 2019-es évét? Ugye, hogy itt most a csapók. Nem sikerült egyszerre csapni, többen is csapoltunk, majdnem vas taps jött ki. Egy éves volt 19-ben a TV21 Ungvár. Egy csonka évet zártunk 18-ban, és egy teljes évet zártunk 19-ben. És ez alatt az év alatt sikerült egy olyan gerincet kialakítani, akikre lehet építeni a televízióban. Most angolosan human resource-ra gondolok, tehát a munkatársakra. És ez alatt az év alatt sikerült kialakítanunk egy struktúrát is. Ugye azért sokszor sok helyütt elmondtuk, de nem árt, hogyha megismételjük, hogy a TV21 Ungvár, vagy hivatalos nevén a cirilul, oroszul fogom, vagy ukránul fogom mondani, TRK Dányió, annak két tulajdonosa van. Az egyik tulajdonos a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. És ennek megfelelően a műsoridőt is a két tulajdonos között kellett elosztani úgy, hogy mind a két televízió, tehát a TV21 Ungvár és a 21 Persé kanál, a 21-es csatorna is részesüljön műsoridőből a reggeli főműsoridőben, az esti főműsoridőben is, illetve a maradékon is osztozkodjanak. Így aztán úgy alakult ki ez a rács, hogy nekünk is van a magyar szerkesztőségnek reggel, délben is, este is egy kialakult műsorsávja, csak a vonatkozó médiatörvény értelmében a mi fél részvényünket is még felezni kellett, hiszen a nyelvi kvóta szerint 75-25% a nyelvi kvóta az államnyelv javára, tehát ebből a 12 órából, ami a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségi, abból a 12-ből a 6-ot még ukrán nyelven kell, hogy készítsünk. Így aztán a TV21 Ungvárnak van egy magyar szerkesztősége, és egy ukrán szerkesztősége is. Ami a legjobb ebben a szerkezetben, hogy minden nap este 8-tól éjfélig rendszeresen magyar nyelvű műsort nézhet az, akit érdekel az, mi történik a kárpátaljai magyarsággal. Ez a műsoridő, amivel most rendelkezik a TV1 Ungvár, sokkal több annál, mint például hát a gárdánknak a zöme az egykori állami televíziótól, most a közszolgálati televíziónak nevezik, tehát onnan jött át, ott készített televíziós rádióműsorokat, tehát ott 7 nemzetiségi szerkesztőség van a mai napig. Az a műsoridő, amivel mi egy nap alatt rendelkezünk, ez több, mint a mostani közszolgálatiban az összes nemzetiségi szerkesztőség, amivel az összes nemzetiségi szerkesztőség rendelkezik egy hét alatt. Tehát ez mindenféleképpen egy nagy eredmény, nagy siker egy kárpátaljai érdekvédelmi szervezet részéről. Ami emellett ugye a műsoridő és a struktúra kialakítása mellett még nagyon látványos és sikeres volt, az, hogy nagyon jó szakembereket tudtunk. Tehát ezt, amit már részben említettem, ide igazolni, és úgy, hogy még tudósítói hálózatot is részben kiépítettünk. Már Beregszász nincs messze, de ott annyi esemény van, hogy egyszerűen nem győznénk csak saját magunkra támaszkodva, ezért aztán vannak tudósítóink Beregszászban is, Visken is, mert ha mondjuk valakinek eszébe jut reggel telefonálni, hogy egy fél óra múlva ott egy hatalmas nagy rendezvény lesz, menjünk már oda ki, hát még helikopterrel se tudnánk kimenni. Tehát ott is van, Felső-Tisza vidéken is van. Együttműködési szerződést írtunk alá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alappal Magyarországon. A szerzői jog által nem védett filmeket, műsorokat, magazinokat átvehetjük a Magyar Televíziótól, nagyon jelképes összegért, és bemutathatjuk. Ez is már rendszeresen kialakult a műsorrácsunkban, a műsorfelületünkben, aki érdeklődik, megteheti, megnézheti. És rögtön az első napoktól kezdve nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy magazin, ami hiányzott az állami televízióban, és a mai napig is hiányzik a közszolgálati televízióban is, hogy magyar nyelvű nemzetiségi tett magazinműsorokat gyártsunk. Szinte lefedjük a teljes szakmai palettát. Ami még hiányzik, ezekből nem fogom részletesen sorozni, a kárpáti kulinárissal kezdtük, a rossz nyelvek szerint tőlem kapta a nevét, ez az egyik legnépszerűbb adásunk. Most olyan 14 magazinműsornál tartunk, ebből szerény véleményem szerint 5-6 bármikor megállhatná a helyét más közszolgálati, például a Magyar Televízió műsorrácsában is. Ami még hiányzik, és elkezdtem mondani, ez a sportműsor, a tudományos ismeretterjesztő magazin, és némileg, hát így meg is lehet róni minket emiatt, a turisztikai magazin. Ezek a témák jelen vannak más műsorainkban, de nem rendszeresen, úgyhogy mondjuk lenne egy kialakult helye a műsoridőnkben, ilyen magazinunk még nincs.
de már folynak tárgyalások, több szakember is fordult hozzánk, hogy szívesen részt venne egy turisztikai magazin műsorban, úgyhogy valószínűleg ebben az évben ez lesz az egyik első új magazin műsorunk, ami beindul a TV21 Ungvár csatornáján. Emellett mit ér a televízió, amiről olyan szépeket lehet mondani, de nem lehet látni, nem lehet nézni sehol. Tehát mi azt szoktuk erre mondani, hogy nem lehet lottón nyerni, anélkül, hogy nem veszed meg a lottószelvényt. Tehát ahhoz, hogy valaki nézhesse a televíziót, minimum antennát kell vásárolni. Nekem van olyan fizikus ismerősöm, professzor, és pontosabban docens, aki megkérdezte, hogy neki régi deciméteres antennája van, és azon is bejön a digitális műsorunk. Hát szerencséje van, nagyon ritka, de előfordulhat ilyen csoda is. Tehát ezzel már válaszoltam arra a kérdésre, hogy minket lehet digitálisan, földi sugárzású, digitális úton elérni. Ott vagyunk a Facebookon, ott vagyunk az interneten, és a kábeltelevíziósok alapcsomagjaiban is benne kell, hogy legyünk. Azért mondom, hogy kell, mert nem mindenki teszi be arra hivatkozva, hogy nincs rá igény. Tehát ennek megfelelően kötöttünk szerződést több kábelszolgáltatóval, és többet is felkerestünk, hogy bekapcsoljanak bennünket. Ilyen szempontból nincs probléma. Probléma ott van, hogy az egy tömbben élő, tehát a magyarság egy tömbben él azon a területen, Beregszászi járásban és a határmenti övezetben, ott nincs adótorony. Kárpátalján 6 digitális adótorony van, a monopol helyzetben lévő Zeon Bud vállalat építette ezeket ki, és amikor arra kértük őket, hogy hát ugye a nemzet, a többségi állampolitikát, a többségi nemzet politikájának is az érdeke, hogyha a határ mentén élő magyarok is bekapcsolódnának abba az általános országos vérkeringésbe, amit az országos televíziók, rádiók jelentenek, hogy tegyenek egy adót, hogy tudják fogni az országos csatornákat is. Mert nem csak a TV21 Ungvárt sem lehet bizonyos területeken digitális földi adón fogni, hanem az ukránokat sem. Most erre azt a választ kaptuk, hogy a szőlősi járás, tehát a szőlőstől nem messze Rokoszovó mellett építenek majd egy tornyot. Most ez is attól függ, hogy ha ugyanilyen erősségű tornyok lesznek, mint ez a 6, akkor nem hiszem, hogy ebbe fogja sugározni egészen az érintett Beregszászi járást is. Ha erősebb, akkor ennek nagy a valószínűsége. Plusz még azt is mondták, hogy korábban úgy hívták a műsorszóló vállalatot Kárpáten, hogy koncern RRT, hogy annak a meglévő bázisán az infrastruktúráját fogják használni, tehát a meglévő adótornyokra fognak szerelni adókat, meg antennákat, erősítőket. Tehát ezt is meglátjuk, hogy milyen erősségűek lesznek. Tehát ilyen szempontból is, hogy nézhetőek legyünk, ilyen szempontból is tettünk lépéseket. Aztán, hogy mennyire néznek bennünket, itt a Facebookon tudunk visszajelzéseket kapni, de ez összetett. Tehát ez sem nyújt általános képet, mert akkor lenne igazán általános kép, hogyha Facebook, ezt a hármat összeraknánk, a kábelt, az internetet és a digitálist. Tehát a Facebookról egy adat, decemberben kértem meg a kollégákat, hogy nézzenek utána, általában naponta 11-12 ezeren néznek naponta bennünket, egy kezdő televízió számára szerintem ez nem egy rossz adat, és ami az érdekes akkor, amikor az emberek elmennek a munkába, tehát 9 órakor, akkor van a szinuszoidának a csúcsa, és még este 9-kor. Ez az egyik érdekesség. Aztán vannak olyan műsoraink, amikor amelyek szinte percről percre ezer számra növekszik a nézettsége. Ilyen az egyik, ezt viszont az interjú készítésének napján, tehát ma tudtam meg én is, az a kis videó, amit a kollégák készítettek, és amiben üdvözöltétek a TV21 Ungvár nézőit. De ide sorolhatnám például a magyar-kárpátai magyarságot ért atrocitásokat bemutató kisfilmünket, a Trollt is, ami néhány százezeresre ugrott pár nap alatt a nézettsége, és azóta is folyamatban, és ezt bemutatták több helyen is. És hogy pontosan meg tudjuk állapítani, hogy hányan is néznek bennünket, ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 19-ben elindított egy közvéleménykutatást, január végére, tehát ér véget az adatok begyűjtése, és olyan február vége, március elejére már meg is lesz az értékelés. Ezen az űrlapon olyan kérdések is szerepelnek többek között, hogy,
hol nézhetik a TV21 Ungvár adásait, kik láthatják, kik nézik, mik a kedvenc műsoraik, etc. etc. Ha már említettük azt, hogy mi hiányzik még a tévéből, mire számíthatnak 2020-ban a nézők? Lesz-e talán új műsor, amit már említett, vagy lesz új arculat esetleg? A néző mindenféleképpen arra számíthat, hogy a hagyományos televíziózásról egy kicsit az arányokat el fogjuk tolni az internet felé. Tehát nem tudom, ez hogy fog sikerülni, hiszen a nagyobb televízióknak is néha gondjuk akad ezzel. Tehát mi szeretnénk megbontani azt a rendet, ami eddig kialakult, hogy mi adjuk a televíziózásnak a műsorideit, a rácsát. Hogy aki meg akarja nézni, teszem azt a... Most olyan saját műsorokat reklámozzak, a Hackshunt, a Kamilla teát, vagy azért jöttem ide, vagy nevezhetném bármelyik magazinunkat, hogy akkor az ne csak úgy várja és nézze a műsor újságban, hogy akkor ez mikor lesz szombaton 16 óra 30 perckor, akkor leül oda, és akkor várni fogja. Bármikor megnézhesse, amikor neki erre ideje van. Bármikor megnézhesse az általunk készített híradókat, vagy hírösszefoglalókat, eseménybőrzét. Tehát inkább az internet felé fogunk eltolódni. A részben már említettem, hogy olyan magazinműsorokat is szeretnénk indítani, amelyek eddig hiányoznak a mi listánkról. Politikai jellemző műsorokat is szeretnénk, ezen is gondolkodunk. Hát több magyarországi televízióból is hozhatnék fel példát, kormánypártiból is, ellenzékiből, tehát olyan műsort szeretnénk, ahol a újságírók leülnek és megvitatják a hét aktuális eseményeit. Tehát ezt is szeretnénk indítani, csak azt meg el kell mondanom, hogy nálunk Kárpát egy egész, tehát eleve egy olyan terület, ahol a magyarság lélekszáma nem nagy. Ezen belül is nagyon sokan kivándoroltak. Nagyon nehéz magyar nyelvű szakember találni bizonyos területeken. Azt hiszem az újságírásban ez nincs így, ott még jól el vagyunk keresztve. Tehát ilyen szempontból nehéz megfelelő alanyt találnunk, de azt hiszem ez a sajtóklubra nem lesz érvényes. Tehát nagyjából ezek lennének azok az új újdonságok, plusz még hát olvastuk nem, még a múlt év végén a sajtóban, hogy az ukrán parlament elé került az új médiatörvény vezete, és érdekes módon még senki sem látta a szöveget. Valószínűleg a képviselők, a legfelsőbb tanács képviselő igen, de azon kívül senki más. Tehát nagyon sokat várunk ettől is. Egyrészt a nyelvi kvóták, milyenek lesznek a nyelvi kvóták, milyen lesz a nemzetiségi műsorokat szabályozó cikkely, meg jogalkotás, és ahova az a terület, amit eddig még a média, az ukrán, ahova még az ukrán médiahatóság keze nem nagyon ért el, ez a világháló, hogy ott milyen új szabályokat vezetnek be. Már bizonyos szigorításokat olvashattunk, nem akarom megnevezni milyen nagyobb világcégek ellen, de hogy mi várható konkrétan a televíziózás és rádiós terület érdeklődéssel várjuk. Ez miben mutatkozhat meg, hogy akkor módosítanunk kell a szervezeti felépítésünket úgy, hogy egy nagyon hatékony fordítói osztályt kell létrehoznunk, hiszen feliratoznunk kell akkor a műsorok java részét. Akkor csökkentenünk kell, nem akarok, mert ez mind feltételes mód, ez mind attól függ, hogy milyen törvényt fogadnak majd el, és akkor ehhez kell majd alkalmazkodnunk. Valószínűleg ebben a törvényben is lesz egy bizonyos határidő, tehát nem az egész törvény fog az aláírás napjától életbe lépni, hanem adnak majd egy kis időt, hogy a médiumok át tudjanak állni az új követelményrendszerre. Érdeklődéssel várjuk ezt. Reméljük azt, hogy nem lesz nagy kihatással rá. Hát természetesen reméljük, hogy ne. Mindenféleképpen ezt szeretnénk, hogy ne legyen. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sok sikereket kívánunk magunknak. Köszönöm, így legyen.